a jó lekvátitka az, hogy addig kell főzni, míg az összes víz, ami a gyümölcsben van, kifő belőle. Tehát semmiféle plusz adalékot nem adunk hozzá, hanem addig órákon keresztül addig főzzük, amíg a felesleges víz elfő belőle, és akkor készen van a lekvár. Szilva mellett mindenféle idény gyümölcsből készítünk lekvárt, ahogy elkezd élni az eper, onnan kezdve minden gyümölcsből. Úgyhogy összesen 15 féle lekvárt főzünk egy év alatt. Amilyen gyümölcsféle megfordul, előfordul nálunk, abból mindből főzünk lekvárt. Mindenkinek az a különleges, amit éppen ő különlegesnek tart, de szerintünk a különlegesek ezek a mindenféle bogyós gyümölcsökből készült lekvárok, mint például a csipkebogyó, a szeder, az áfonya, a som, nagyon szeretik a somlekvárt, ezek a milyen különlegesek, a fekete libéz, ami nagyon finom. Tehát ilyen, hogy őszi barack, sárka barack, ez úgy kisé megszokottabb úgymond, bár ez is különlegesebb, mert rézsűsben föl valamennyi. De amit nagyon szeretnek az emberek, ami különleges, ezek a bogyós gyümölcsökből készült lekvárok. Az alapanyagot igyekszünk a helyből, Benéből, faluban beszerezni, tehát a legtöbb gyümölcsöt van saját is, de a legtöbbet viszont megveszünk a helyi falusiaktól. Köszönöm, hogy megtaláltad.